419 gyerekből 256-an hiányoztak éppen a tegnapi nap folyamán. Ők nem mindannyian betegek, vannak, akik karanténban vannak, vagy az osztálytársak miatt, vagy a családtagjaik miatt, de az intézmény tanulóinak 60%-a hiányzik. A 4. Béla Katolikus Általános Iskolában az elmúlt napokban 9 osztály számára kellett elrendelni karantént. A Jászfényszaru intézményben nem csak a koronavírus, hanem egyéb más felső légúti megbetegedések miatt is sokan hiányoznak. A korábban bevezetett járványügyi intézkedéseket továbbra is fenntartják. Az ajtónál a gyerekek fertőtlenítése megtörténik, igyekszünk a távolságtartást ott, ahol lehet biztosítani, ettől függetlenül azért mégiscsak elég nagy számban történtek megbetegedések a gyerekek körében, amelyek főleg a kisebb korosztályú gyerekeket érintette. Az intézménybe a dolgozókon és a tanulókon kívül csak korlátozottan ügyintézés céljából engednek be másokat. Számukra is kötelező a maszk viselése. Ahol a karantén az egész osztályt érinti, az emivel történt egyeztetést követően online munkarendet vezetnek be. Azokban a csoportokban pedig, ahol nem minden gyermek került karanténba, a korábban megszokott módon zajlik az oktatás. A fertőzés, a karantén sok esetben érinti a pedagógusokat is. Pedagógusok is hiányoznak 5-6-an átlagban, tehát elég nagy számú helyettesítésre került sor már ebben a fél évben is. Nem könnyű az ő dolguk sem, mert nagyon nehéz egyszerre online módon is közvetíteni a tananyagot, meg a beteg gyerekeknek a szokásos módokon is, a krétán keresztül is közvetíteni a tananyagot. Én úgy gondolom, hogy maximálisan úgy állnak hozzá a pedagógusok, hogy lehetőleg kevesebb lemaradásuk legyen a gyerekeknek, de persze ez elkerülhetetlen, nem ugyanaz, amikor jelenlétiben itt vannak mindannyian. A tanulók, a pedagógusok, a működtetés segítő munkatársak számára egyaránt folyamatosan plusz feladatot jelent a Jászfényszarui iskolában is, hogy alkalmazkodjanak a járvány miatt megváltozott körülmények. Köszönöm.